Több mint 500 kondér barotyogott a birka Karcagon a 20. birkafőző fesztiválon. Az igazi hungarikum pörköltbe a birka minden részét beleteszik, a fülétől a farkáig. Egy mondattal azt tudnám mondani, hogy fülétől a farkáig belekerül ebbe a pörköltbe minden. Egy igazi karcagi birka pörkölt ott kezdődik, hogy a juhodályban kiválasztjuk azt az állatot, ami megérett arra, hogy megfőzzük. Igazi fűszereket teszünk bele, amit az őseink is használtak már, száraz fűszereket, paprikát, hagymát. Ezeket úgy alakítjuk ki, hogy azoknak az embereknek, akiknek kínáljuk, ízvilágban oda kerüljön, hogy mindenkinek elégedésére legyen. Igazából sót, paprikát, hagymát olyan elegybe teszünk bele, hogy mindenkinek megelégedésére legyen. Őseink már kitalálták, hiszen azokban az időkben nem voltak még ízfokozók. Igazából ennyit tudnék mondani, hogy a karcagi birka pörköltbe kell az igazi karcagi birka, kellenek azok a száraz fűszerek, amiket ők kitaláltak, és nem kell túlszínezni. Egy főzőnek szeretni kell azt, amit csinál, és igazából ennyi az egész. Kiknek az étele volt igazán ez a pörkölt, ha már tradíciókról beszélünk? Ez az étel, azt gondolom, hogy a királyok is ehették már, de igazából a pusztában főzték ezeket az ételeket, és mint ahogy az előbb mondtam, a pásztor kivitte a tarisznyájába, tanyájára azokat a száraz fűszereket, amiket nem kellett hűteni, és azokkal főzte meg. Ezek az emberek csak azokat a kemény ízeket alkalmazták, hogy só is érződjön, a paprika is, ne olyan legyen, mint egy tejbegríz, mert azt otthon tudnak enni. Erre tudtak inni, és tudtak utána jót mulatni. A mai korban talán újra reneszánszát éli a bográcsos ételek főzése, akár a karcagi birkapörkölt is. Miért lehet ez most újra úgymond ennyire népszerű? Azt gondolom, hogy divatból is főznek ma már, de ez jó. A divat az mindig jó, mert egy kicsit fellendíti azt, ami el akar ülni. Én nagyon szeretem és kedvelem azokat a barátaimat, akik most kezdenek el főzni és csak táplálni, ösztönözni tudom azt a tüzet, ami ég bennük. Úgy látom, hogy fellendülőben van a népi ételek főzése, a népi kultúra, a magyar kultúrának ez egy olyan szeglete, amit nagyon örülök, hogy megtaláltunk, és újra tudunk éleszteni, hiszen lehet itt a művészetről és a táncról, a nótáról beszélni, de kell mellé az az energia, amit az étel ad. A gasztrokulturális fesztivál célja az, hogy a kunsági hagyományokat megismerjék a Karcagra látogatók. A rendezvény elsősorban a hagyományőrzésről szól, arról a több száz éves hagyományról, amely a birkapörkölt főzéséhez, a hozzá kapcsolódó családi hagyományokhoz, tradíciókhoz kapcsolódik. Elsősorban ugye családi és baráti társaságok jöttek el ide a rendezvényre, most már 20. alkalommal fogadták el meghívásunkat, és hát ápolják a hagyományt, azt a hagyományt, amely fölkerült a hungarikumok listájára is, úgyhogy már az illatok, igaz, hogy a televízión keresztül ez nem megy, de az illatok, és most már lassan az ízek is, majd remélem, hogy csalogatják a vendégeket. Mennyi bográcsban fő az étel? Épp az előbb végeztek a kollégák azoknak a dokumentumoknak az összegyűjtésével, amely egy ilyen rendezvényhez szükséges. Úgyhogy 340 lábasban, bográcsban, kondérban fő a birka pörkölt, ami, ha tudjuk a hagyományt, hogy egy lábas, egy birka, akkor azt kell mondanunk, hogy 340 birkatest fő a mai napon. Csak birkát lehet főzni, vagy egyéb különlegességek is készülhetnek? A versenyben természetesen csak és kizárólag birkapörköltel lehet nevezni, de hát ismerve a családi társaságokat, baráti társaságokat, elég sok minden más is fő. Én láttam pacalpörköltöt, pincepörköltöt, és még sok-sok különleges gasztronómiai alkotást. A nagykunságban a birkafőzés tudománya családi hagyomány.
Ez olyan hagyomány itt a Nagykunságban, a Karcagon, amely megmozgatja a családokat, ismerősöket, Karcagról elszármazottakat, és hát nagyon sok híve van már a karcagi birkapörköltnek szerte az országban, nagyon sok ismerősöm jön akár Budapestről, a Dunántúról, erre a napra, és hát jól érezzük magunkat, és egy finom ételt teszünk. Egy olyan ételt, amely benne van a Kunság tradícióiba, Karcag hagyományaiba. Tradíciókról beszélünk, egy kitüntető címet is elnyert már ez a pörkölt. Mi ez, és miért érdemelte ez ki? Hungarikum igazából egy ételnek nem az, vagy egy embernek nem az adja meg igazából a minőségét, hogy milyen címeket kap meg, mert a karcagi birkapörkölt önmagában is nagyon finom, de nagyon büszkék vagyunk benne, hogy a hungarikumok közé került, és egy olyan étel, amely apáról fiúra száll a receptje, azokat a hagyományokat, azokat a szigorú recepteket követjük mindannyian, és hát én is, ahogy a szüleimtől, nagyszüleimtől, idősebbektől tanultam meg a főzést, a gyerekeim is ebben nőnek fel, a fiaim is ebben nőnek fel, és tanulják azt, és mikor már annyi idősek lesznek, önállóan főznek majd ők is birkapörköltet, és bízom benne, hogy több száz évig még fennmarad ez a kitűnő és finom hagyomány. A birkatartás a hazai gazdaság egyik húzóágazata. Évente 60 ezer tonna birkahús termelnek a gazdák. Ha az egy főre jutó hazai fogyasztás azonban nem éri el az egy kilót évente. A magyar birkatartásnak hagyományai vannak, és egy fontos gazdasági ág. Évente körülbelül 60 ezer tonna birkát állít elő, idézőjelben ez az ágazat, és ebből 14 ezer tonnát exportálunk is. Ez évente körülbelül 12-13 milliárd forintot jelent bevételként, exportbevételként az országnak. Ebből nagyon sokan megélnek, ebből nagyon sok olyan hagyomány is következik, amit viszont fönn kell tartani. Ezért vagyunk ma itt a Birkafőző Fesztiválon. A szülőföld szeretetén túl ez arról szól, hogy a következő generációk illeszkedjenek bele, tanulják meg a birkakészítésnek a fortéjait. Azért örülök annak, hogy nagyon sok olyan idős főző, mestert, embert láttam, aki mellett otthon már egy fiatal, aki a szakmafogásait lesi el. Az ilyen fesztiválok mennyiben segíthetik azt elő, hogy a birka ételek, a birka pörkölt még kedveltebb legyen itthon? Nagyon bízom benne, hogy így lesz. Évente körülbelül 70 dekagram birkahús fogyaszt egy átlag magyar, ez nagyon kevés, ennél több kellene, hiszen egy egészséges ételről van szó. Ezek a rendezvények ahhoz is hozzá tudnak járulni, hogy aki esetleg még nem kóstolta, vagy egyszer egy rosszat kóstolt, az eljön ide és megkóstoljon egy igazi jó karcagi birkapörköltet. A Hungarikum karcagi birkapörköltet a világ minden táján ismerik és szeretik, hiszen az ország határokon túlról is érkeztek vendégek és versenyzők is a Nagykunság fővárosába. Egyedülálló népi hagyomány a karcagi birkapörkölt elkészítésének a módja, mindaz a kultúra, művelődés, ami hozzá kapcsolódik, és most itt a 20. karcagi birkafőző fesztiválon elmondhatjuk azt, hogy két évtized alatt Magyarország egyik meghatározó gasztronómiai néprajzi jellegű rendezvényévé fejlődött, hiszen több százan főznek, a résztvevőkör, érdeklődőkör tízezes nagyságrendű, egy igazi kötetlen program ez, amelyre az ország legtávolabbi részé, sőt külföldről is nagyon sokan érkeznek. Elmondhatjuk azt, hogy újra népszerű lett a birkapörkölt, a karcagi birkapörkölt? Újra népszerű, újra az érdeklődésnek a homlokterében van, ezt mutatja az is, hogy a legkülönbözőbb területekről jönnek ide főzők, nem csak a Kunságból, és a rangja, mint Hungarikum, az a hagyomány, amely hozzákötődik, és például olyan kapcsolódunk, mint a pálinka, eredetvédett a nagykunsági szilva, és a bírsalma pálinka, és a helyi sütemény, a Ferdinánd, például mind-mind egy egységes értéket képvisel. Nagyon sok fiatal főző van, ez azért biztató, hogy látszik, hogy fönn fog maradni ez a hagyományos étel, és mindaz, ami hozzákapcsolódik.